Az első mérkőzés most már igaziból következik. Az első versenyző vicce Dominik, MMA szövetség, Tüske Security. Edzője Piskin Pál és Idei László. Várjuk a bevonulást! Okay. Fiatal csikók jönnek. Az nagyon szép az MMA-ban, hogy ugyanaz a tisztelet meg buli kijár nekik ilyen fiatalon is, mint az öregeknek, nem? Ugye véres küzdelmeket fognak vívni, meglátott a fiatal koruk ellenére, tehát 13 évesek egyébként, 50 kiló körül mérlegeltek. Megmondom neked őszintén, hogy kemény parázsmes lesz azért. A Dominik az egyik, a Vince Dominik, aki igazából, ő már évek óta csinálja, olyan 3 éve körülbelül, egész jó eredményekkel. Tehát 11 éves korában kezdte? 10-11 éves korában, igen. Tehát mondom, most 13 évesek. Akkor 7. osztályosok, így van, 7. osztályos rácok. Azt gondolnám, hogy csak kijöttek a mama szoknyája alól, de akkor nem. Ők, és az ellenfeléről mit tudok, milyen alom ő? Ugye ő a Gönci alom, tudod, ő a Gönci alom, Horváth Dávid, nyíregyházi kisrác. Mondom, ők már tudod, vannak szokott lenni házi bajnokságok. A Gönci alom az olyan, mint a Gönci barack, az minőség? Igen, pontosan. Hát annyit kell róla tudni az edzőről, tudod, Gönci Jani, 5-szörös világbajnok. Ja, tehát igazából van mit átadjon a gyerekeknek, nagyon jó meccsek lesznek, mert az ő tanítványai előszeretettel agresszíven harcolnak, tehát ők tudod, hogy tényleg odarakják magukat, de ez jellemző mindenkire, tehát a MMA szövetség emberei a Soroksári Pitbull team mellette, lesznek a Zsámboki Pitbull teamtől, tehát ez az egész egy, mint egy nagy család, úgy mondanám, de azért össze fogják verni egymást rendesen. Tehát de akkor a stratégia különbözik? Vagy az, mert az nem, igazából az alomnál arra szeretnék, hogy más az az alap, amire építenek. A Gönci Janek, ő egy 5-szörös kickbox világbajnok, igazából. És természetesen, tehát jó, igen, tehát jó boxolnak, a kékatyás, fehér csíkkal, ő a kisrác, a Horváth Dávid, aki igazából, mondom, tehát ő kickbox alapokkal rendelkezik, és erre megy rá ez, igen. Mellett ők azért eljárnak birkozgatni, tehát igen, képzik magukat. Mindenfelé igen. Képzik. Brazil jiu-jitsu, meg hasonló. Igen, pontosan, tehát fiatalkoruk elé, nem ritka mondom, hogy napi 3 edzésük van, tehát azért ők ez... Ránézésből semmi nem állapodható. Nem, de megfogad. Tehát igen. Látod? Igen, oh, látod? Igen. Lepancsolnak szépen. Éppen ezzel látod? Így van, így van, így van, így van. Ó, de szép. És már oda is rakta szépen. Lábban nagyon erős a... Hát persze, azért mondom, és már a térd is ment föl, tehát látod, hogy a... Igen, igen. Tomiri viszont határozott kis rác, tehát ő, hogyha... Igen, igazából a tempója sokkal jobb a kéknek, azt úgy érzékelem, hogy... Hopp, igen, itt már meg is fogta, igen. Legyilkolja, ilyenkor azonnal letámadják? Arra törekszik. Igazából ők annyi, hogy kétszer... Megnyugodott Dominik, az az érzésem, hogy sikerült. Dominik higgadt, tehát ő jobb életüdővel, nincs vele semmi gáz. Mondom azt, hogy mentálisan nagyon fontos, tehát azért 15 gyerekekről beszélünk még. És azért mondom, tehát itt ha megnézed, akkor nagyon sok felnőtt van. Kíváncsi, hogy ki megy be a ketrecbe. Tehát az nézd meg, hogy ahogy szokták mondani, hogy csak pár lépcső, de azért azon föl kell menni. Aha. És ők tisztelni kell őket. Igen. Tehát azért ő is, tehát oda, ha felpörök, tehát kell neki, azért kell neki a pof. Igen, kapott egy párat, ő már felpörít. De nagyon szépek ezek a feltartó egyenesei. Pontosan, tehát Dávidnak. azért mondom, tehát van, aki püff, és ott már, igen, egy kicsit azért megvolt a srác. Nagyon ügyesek. Hopp. Ezért mondom, tehát igazából Dominik lassabban pörög a srác, az nagyobb fordulatszámon kezdte, de azért már adagolja, pumpálja rendesen. Tehát oda, így van. Igen. Ami nagyon fontos, tehát az, hogy mennyit kap az ember, az egy dolog, az, hogy mennyire bírja. Inkább azt mondta, tehát ahogy szokták a klasszikus, nem az a legény, aki, hanem... Így van. Nagyon jó, tehát emelgeti a lábát, hopp, emelgeti a lábát azért, tehát sípcsont, amikor berakják az embernek a kis oldalát, azért megkucogtatják sípcsont, az nem olyan kellemes dolog. Nem esik jól. Igen, nem igazából látszik, tehát azért mondom, tehát itt még ők nem, lehet le fognak menni földre, de azt mondom inkább, tehát ezért fontos az alom, hogy honnan érkezett a srác. Nézd meg, hogy az állóharcot erőlteti mind a kettő karakán módon összemennek, és igazából tényleg, tehát hopp, rakosgatják egymást, azért jól lement. Tehát ez... igen. Jó volt. Jó.
nem kerülték ki a helyzeteket. Nem, tehát ők nem olyan kitörő srácok, mondom, tehát így ránéz, és azt mondja az ember, hogy a klasszikus, normális, hetedik osztályos gyerekek, aha, de azért itt a ketrezbe bizonyítanak ők. Amiben különbözik ez a többi 3x3 perces, tehát a többi K3-as mester az, hogy ez 3x2 perc lesz. Tehát ugye természetesen a gyerekek... Helyes. Igen, meg kell várni, hogy fölnőjenek, igen. Érdekes volt, hogy meddig lehet MMA-t űzni? Sokáig, nem? Persze, hát ez, hogy mennyi ideig lehet ezt csinálni. Igen, igen. Figyelj, ők igazából... A boxolók sokáig eljutnak. Nem, figyelj, az a lényege, hogy ez gyakorlatilag ez egy életút. Aha. Hát ő oké, megöregszik majd, lesz X meccse, de mindig ott lesz ketrec közelben, lehet tanítványai lesznek, lehet, hogy igazából... Ja, lesz belőle. Igen, azért ez összetett dolog, aha, tehát azért nézd, a gyerekeknek külön kell, tehát külön kell mondom boxolni, külön kell a Thai box mellette a föltarc, a birkozás, a brazil jiu-jitsu, azért ezek összetett dolgok. És tehát lehet, hogy visszavonul, lesz belőle egy mit tudom, amit mondtam, egy edző, lesz mellette, tudod, egy lejár egy hobbi szinten jiu-jitsuzni, nem tudod, hogy... Itt azért még hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon sok összetevője van annak, hogy ők oda jussanak. Azért ők 20-22 éves korukra fognak beérni. Addig azért még hosszú az út. Tehát... Igen. Meggondolhatják magukat. De ők most nem gondol... Oppá! Nagyon érdekes, nagyon... Dominik fölpörgött. Dominik, igen, nagyon jön. Dominikról is tudni kell, azért kézzel látod, hogy azért a Kali bácsi a boxoló, meg az idei Laci a birkozó, és ők azért folyamatosan foglalkoznak a sráccal, tehát ők azért folyamatosan pörgetik, és látszik is a kézmunkán. Mondom, a másik oldalról meg ugye egy kickbox világbajnok tanítványa, tehát... Igen, aki a rugásokkal... Az elején, figyeld meg az elején... Dávid az... Most beszorította. Igen, odaszorította a ketrechez. Igen. De kivédekezte, nem? Így van. Kivédekezte igazából. Oda pörkölnek egymást, tényleg nem vigyáznak egymásra, tehát rakosgatják egymást szépen. Hosszabb a keze, tudod, magasabb, tehát a Dominikot nem értem egyébként, miért nem próbálja meg földre vinni, tudod, mert azért ő mondom abba is. Jó, hát ez most, be is ment. Igen, ez betalált. Azért jó, hogy van farkunk menni, ha megállhatunk, nem? Igen. Hát ez az jelenti, igen. Akkor egy pici nyugalom, és aztán folytatódik. Ez aztán... is férfias dolog, csak hogy ki kell rázni magunkból, igen, ki? A fájdalmat. Igen, de ők tapasztaltak már ebben, de mind a két gyereknek több meccse van, de érdekes, hogy mondom, tehát azért ők már tapasztalt versenyzőnek számítanak, bármilyen érdekes is. Napi hány órát edzenek? Szerintem olyan kétszer-kettő felett. Igen. Van olyan, tehát előfordul, azt hiszem a keddi napok akkor, amikor viszont hármat. Aha. Akkor plusz egy extra edzés be van nekik téve a brazil jiu-jitsu. De akkor nincsen mozgás kényszerük meg. Nem, szerintem nem. Tehát így mondom, este jól alszanak. Igen. Lent van földön. Most lábbal ki kéne védekeznie, igen. Igen, a másik srác így van, ez várható volt, hogy ő megfogja a sípcsontot. Igen. Igen. Hopp, oda csődített elég igen, szépen. Mindig veszélyes felállni. Így van. Hát a Dominik innen nem tud, igen, jó lenne fölállni. Igen. Hát, kisrác azért. El kéne kapni valamelyik testrészét ahhoz, hogy... Valamit ki kellene találni. Igen, mert ezek kevés lesz. Hopp. Menet. Menet vége. A menet a gong mentette meg. Így van, pontosan. Hát... Ugye mi ne pontozzunk, vagy akarod? Nem, igazából, tehát azért Sándor Béla a bíró, aki tényleg, tehát nagyon... Hogy olyan bíró, hogy csinálja. Hát jó, igen, jó. És ő tényleg, ő érti is ezt azért, ő is, tehát mondom azért neki minden meccsét összetér, tehát profi ökölvívó múltja van, azért neki, ha minden meccsét összedobjuk, az amatőröket, a profi meccseket, ő indult kempon, thaiboxon, kickboxon, azért neki közel 400 meccse van. De azért nagy hatalom ilyenkor bírónak lenni, nem ő mondja meg? Hát hogy igen. Oké, hát elfogadom. Borítékot megkapta az elé. Figyelj, akkor te tudod. Akkor te tudod, hogy menne. Így van. De mondom, Béla megkapta a borítékot, úgyhogy minden rendben lesz. Jó? Jól működik. Igen. Azért az anyukákra kíváncsi vagyok. Nézik-e a fiaik meccsét? Itt vannak, persze, itt vannak, hogyne, ott. Jó, tehát erős szívű anyák vannak, jó? Igen. Mert mindig aggódnak. Azt nem tudom, emlékszel-e? Igen. Ilyen anyukám lenne, én is. Tehát így, igen, én is aggódnék. Na. Keményen, igen. Ilyenkor az állóképesség már kijön. Erősen kezd, ugye. Igen, de...
Hú, a Dominik nagyon jó. Igen. Idei Laci itt a nő a birkózó edző. Egyébként ő is nagyon tehetséges rá, tehát azért ő... A Dominik nagyon kell a bátorítás, tehát ő tényleg olyan srác, hogy mondom, ha fölpörgetik, tehát ez fontos, ha fölpörgetik, akkor tényleg... Akkor eljut önmagához. Igazából bent az ember, tehát nem igazából a külzajok, hogy megszűnnek. Tehát bent olyan, mondhatom azt, hogy igazából ilyen csőhallás alakul ki, amit harang, a csőle. Harang, nem? Igen, hallod az edzőnek a hangját, nem. Úgy igazából, és így teszed a dolgot. Igen. Hú. Ott azért meg... Hogy ott most megy a nyílt harc, igen, test-test elleni küzdelem. Csak nem aprózzák el, tehát és nem fogják vissza magukat azért, tehát figyeld meg, hogy végigpörgetik a meneteket, nem nagyon van állóidő. Tehát igen, nincs, nem, nincs. Így van. Sasszézás. Nem kummantanak. Olyan, mintha a lövészárokban lennénk, pontosan, nem? Pontosan, tényleg igen. Így van, tehát nem. Ahol csak az egyik győzhet. Kemény az, figyeld meg, hogy a védekezésre fordítanak akkor a probléma, hanem rendesen oda csődítenek egymásnak, tehát nem foglalkozzak itt a dolga. Bum. Igen. Nem tudom, Béla biztos gondba lesz, de lesz még lehetőség extra menetre. Igen. Tehát, hogyha három menet alatt nem sikerül döntést hozni, akkor azért belakul. Oppá, nagyon jó lábbal a Dávid. De. Igen, ott a térdel beszorítja, lehet, igen. Igen, arra próbálja. Dávid arra próbál kiegyezni, de... Igen. De nagyon jók az egyenesei Dominiknek. Hogyha ki tudja ütni akkor a távolságból. Így van. Kicsit... Oh. Igen, ez... Szerintem a tüdő, ledarálta. Nem? Tüdőmunka. Látod, igen, vége lett, mondom, nem tudom, hogy lesz, meglátjuk. Hogy itt melyiket lehet ki, nem tudom, én ennyire nem látom. De, ja, jó, nem a bíró. Így van. De mind a kettő állva maradt, mind a kettő túlélte, ez már azt kell mondanom, hogy harcos erényre mutat. Figyelj, Béla eldönti, nem tudom, mondom, ha extra menet, akkor tudod, akkor viszont tudod, hogy ez a korábbi három menet az nullázva. Igen. És csak az extra menet, csak annak az eredménye, így van. Ja, mint a fociban az aranygól azonnali halálja. Igen, pontosan. Igen. Ja. Béla, azt mondom, az kitalálja, megálmodja gyorsan. Igen. És a neten keresztül megy a fiataloknál a hír, hogy van ez? Vagy honnan tudnak ők elvenni? Akkor megnyerte, így van, tehát megnyerte. A Horváth Dávid. Dávid. Igazából nem, ja, így van. Gratulálunk neki. A bíró látja, nem mi. Úgy látszik, a rugások azok bejöttek. Igen, többen. Igen. A Kickbox Szövetség elnöke, a Világ Kickbox Szövetség alelnöke, a Júriási Tapsot, és Vicsi Dán is elkezdett kocogni lefele, hiszen bent van az emeleten. Egy kis türelmet, addig szólhat egy kis zene. Felkészül a piros sorokban Göncsi Alex, Göncsi Tim, edzője Göncsi János, a kék sorokban pedig Zéher Márk, Enemár Tüske Security. Hölgyeim és uraim, már várjuk Ricsit, remélem, hogy ideért. Ricsikém! Várjuk, mert láttam, hogy kocogott. Gyere, vegyük föl, mert... Jó van, fiúk. Egy nagy tapsok, hiszen olyan mérkőzést láthattunk, ahol két fiatal kitár megmutatták. Csak le kellett volna jöjjenek a srácok, tudod, ilyenkor azért le kellene jöjjenek. Mit kaja után leszedik az asztalt, van ilyen, tudod. Most, ez most kellett volna. Mindent az elég is elmutat, ezzel a hajó nyelva lehetsz. Szabadharcos, győzni kell. Lejer úr áthagyja nekik, így van, Lejer Richard. Doktor Lejer Richard!